Sziasztok! Itt vagyok a szerdai frissítéssel, ami nem szerdán fog kikerülni, hanem valamikor vagy pénteken, vagy szombaton. Attól függ, hogy mikor lesz idő megvágni. Úgyhogy szerintem most meg is nézzük az új Jorviki pónikat, és valószínűleg veszek is majd egyet közülük, mert még nincs Jorviki póni. És megpróbáljuk eldönteni, hogy melyik legyen, mert én még nem is láttam őket, csak hármat láttam közülük, úgyhogy most szépen meg is nézzük őket. Ez a kék víz olyan gyönyörű, hogy meg tudnék halni tőle. Van meg már másik karakteren, úgyhogy őt most meg sem nézem. Szóval ez is nekem nagyon tetszik, ez a kis sárga. Olyan kis cuki pofa. Ez is szép, olyan kis érdekes színe van. De szép. Szép kis színe van. De nekem ez a póni van meg simán, mármint hogy régebbi Jorvik póniba, úgyhogy őt sem veszem meg valószínűleg. Még az appos az, ami tetszik, viszont nem szeretnék az appossal szórakozni. Úgyhogy szépen megnézegetjük őket. Ez is szép amúgy. Indokolatlan Corin Mistil, hi! Na, kicsit emelt fel a fejed, te póni! Nem akar együtt működni. Téged sem eszlak, mert nem működsz együtt. Hogy ki vannak a fogai? Mi ez? De egy kis kék szem van, az összes Jorvik póninak kék szem van. De ez amúgy nagyon hasonlít a fején lévő... Van rajta egy szívecske, lol! De cuki, kis szívecske van a segkén. De cuki. De úgy szép ez is. Csak a kis tarka-barka. Kis tarka-barka, tarka-barka, farka-tarka. Na nézzünk meg téged is. Te is tetszesz nekem. Te már sima Jorvik póniba is tetszettél nekem. Hadd nézzelek meg. Úgy lehet ő lesz, aki kiválasztottam, mert olyan kis... Ó, mancsjá van rajta! Mancsjá van rajta! De édes! De nézzelek meg. Tényleg mancsnyel van rajta. Téged veszlek meg, ez már fix. Ez megnézzük a kis live-os pónit is. Ő is szép amúgy. Ezt a jól össze lett rakva. Tarka barka, tarka barka. Őről csináltam rajzot. Mondjuk a kicsit máshogyan néz ki itt a játékban, mint amit én csináltam. Ő is szép, de mindenkinek ő van meg, szóval őt hanyagoljuk. Szerintem ő lesz a kis kiválasztottunk. Itt haza is viszünk. Szó szerint hazamegy ő magától. Úgyhogy kéne kiválasztani egy nevet. Citromtorta, az is cuki. És meg én belém, a lime torta, az is cuki. De valami olyan kéne, ami élik a bornához. Fahé, mi a fahé angolul? Cinnamon, az. C betűnél kell keresni. Ez nem lesz. Karamell torta is lehetne. Itt van, fahé torta lesz. Szóval akkor a fahér torta, az vajon mennyire lesz jó? Nincs valami másfajta olyan... Fahé lesz az eleje, az biztos. Aztán fahé lesz a pónikának a neve. Itt fahé. Ez a csaj meg beleáll a lobomba. Fahé torta, mi lehet még fahé torta, az mondjuk aranyos. Mondjuk nem tudom, hogy létezik-e olyan fahéjas torta. Biztos, hogy van olyan, aminek az ízesítésében van fahé, meg ilyesmi, de hogy maga fahé torta van-e? Rákeresünk mindjárt, megint Google. Fahé, mi lehet még fahé álom? Fahé-fa! Fahé virág. A fahénak van virága? Rákeresek erre is! Jó! Jó, nézzük meg, most nem kapcsolom ki addig a izét. Nézzük meg. Fahé virág. Illatcsaládok, a fahé növény. Kösz! Nézzük Wikipédián. A fahé népies nevén ceyloni fahér, cimet vagy cinam... Babérfélék családjába tartozik. Megjelenése örökzöld fa. Dörzse dúsan elágazó. 3 méternél magasabbra ne engedik nőni. És
És akkor nincs neki virága? Vagy csak én vagyok ennyire gyökér, hogy... Virágai laza fürtökbe tömörülnek, szóval akkor van virága a fahéjnak, jó. Ábbis a növény fahéjnak úgy gondoltam, nem maga a fűszerre gondoltam. Vagy mi a túró az. Ó, egyből itt van. Szóval ő lesz fahéjvirág. Sima fahéjnek fogjuk hívni. Ő a fakéreg. Ha rossz lesz, akkor fakéreg lesz a neve. Ha jó lesz, akkor meg fahéj. Úgyhogy most el is megyünk, és olyan nagy rend van is a kis istállomba. Ez nekem volt egy nyergen is amúgy, de most jelenleg nincs kedvem azt megkeresni. Úgyhogy és leszünk csak simán ezzel a kis pónikával. Szerintem aranyos. Szerintem szép, meg aranyos. Kis, egy olyan kis lóbálja a kis fejecskét. De ahogy megy. De eddig nem úgy volt, hogy ha üget, akkor megáll, vagy le vagyok maradva, ezt aztán megjavították. Jó, hát szerintem ez egy szép póni. Akárki akár, szerintem ez egy szép póni, olyan kis shetlandi póni kinézete van szerintem, hogy ahhoz tudnám hasonlítani, ugye ez a Jorvik kezdő póni, vagy hogy volt. Szerintem rohadtul megéri, meg jó volt, hogy beraknak egy ilyet a játékba, hogy olcsó pónika. Egy olcsó póni. Ez a moncsi, ez nagyon tetszik nekem. Meg aranyosan ágaskodik. Most szépen bemutatjuk, hogyan megy ez a kis foltos. Tud ez vágtázni is. Szerintem szép. Nekem az ugrásuk ezeknek nagyon tetszettek már akkor is, amikor bejöttek. Úgyhogy szerintem jobban leszek ezzel a kicsi pónival. Az én kicsi pónimmal. És állítsuk meg ugrás közben, hogy hogyan megy a sörénye. Szépen megy neki, de viszont ez a része nem mozog szerintem a sörényének, vagy igen? Ez most hol van esett a sörénye? Várjunk, ezt most értelmeznem kell, ezt az esés. Ilyen kicsit fuss egy gyorsabban, lovacska. Csak én látom azt, hogy itt olyan furán megy a sörénye. Lehet le kéne lassítani a videót, azt meglátnám. Majd próbálom lelassítani. Jaj, de nagyon szedi! Nagyon-nagyon szedi! Ez a... Esküszöm, gyorsabb ez a póni, mint az összes többi lova! Turbopóni, mondom, nagyon turbopóni. Szedi a kis lábait rendesen. Te aranyos, most hol vagyok, nem baj. Kicsit-kicsit megfuttatjuk a turbopónit. Nem lettek ezek kicsit túl gyorsak? Tényleg nem akarok senkinek beszólni, meg semmi, de ez nem lesz túl gyors. Ez nem szép. Jó, kék a víz, az a lényeg. A legel is. Úgy megy, mint a güzű. De szép ez a ló. Milyen színű szeme van. Nézzük egy kicsit közelebbre. Én aztán jól kielemzem a lovakat, az arra se lett panasz. Egy kis íze is a feje, de az a mancsjel az megöl engem ott lenn. Kis mancsjel. Szerintem szép ez a ló. Nekem meg vagyok vele elégedve. Olyan kis póni. Póni, póni. Elmegy póninak, tényleg. Mekkora karakteremmel. Az mi volt? Az mit csinált? Hogy hátrarántotta a fejét? Mi? Az ijesztő. Legelés közben így hátrarántotta. Ez olyan ijesztő volt. Annyi, így ne szálljon le egy lóról senki. Na, szépen legelje még egyszer, hát nézzük meg. Szegény! Hogy hátra lett rántva a feje? Ez nagyon rossz nézni. Tessék, megvan, mit rontottak el, ezt nem kellett volna. Ez nagyon fájt nézni. Mondom, nézzük meg, hogy néz ki. Kérem vissza a visszavevendőmet. Vezessük egy kicsit. Gyere, paci! Gyere, paci! Mi az a kontár? Milyen? Aha! Itt nem látszik a kontár. Ez a kontár bugos. Egy főfele nem látszik, itt nem vezettem se, hogy tessék, videó tippek. Hogyan jöjjön utána anélkül a ló, hogy ne látszon, hogy kantárral vezeted. Főfelöntről kell nézni. Sőt, még szemből se látszik nagyon. Meg kell dörögni. Az ott egy dollár jár? Na mindegy, nem akadok fönn már ilyenekem. Azért ebből is sikerül nekem hosszú videót csinálnom egy póni megvételéből, nem? Jó, ez volt az első lóvásárlós videón végül is. Úgyhogy köszönjük szépen Fahéjjal, az újdonsült kis pónival a megtekintést. Remélem tetszett nektek ez a videó, és majd találkozunk a következő videóban. Sziasztok!